Az egyik a 17., a másik az első labdarúgó magyar kupa döntőjére készül, ám az újonc finalista Felcsútiak edzőjének ez már az 5. csapata, amellyel idáig jut. Újpest Puskás Akadémia döntő lesz május 23-án a labdarúgó magyar kupában. Minden bizonnyal különleges ez a 7 év lila-fehér után kék-sárgára váltó Balogh Balázs számára. Ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm mindenkit! Hát ezért mondom, Balázs, mert hogyha mondjuk egy bő éve arról jósolgatunk, hogy 2018-ban Újpest Puskás kupadöntő lesz, akkor nem biztos, hogy azt gondoltad volna, hogy nem lilában lépsz pályára, nem? Igen, ez egy érdekes történet, de hát hál' Istennek, hogy így hozta az élet, hogy a váltás után egyből egy ilyen fontos kupadöntőbe találkozunk. Azért volt 3 mérkőzés is a bajnokságban, amikor tudtunk játszani az Újpest ellen, sikeres 3 meccset zártunk, de hát ez a kupadöntő egy teljesen más történet lesz. Ezt akartam mondani, hogy hiába bajnoki találkozók most legutóbbi hétvégén, azért igazán különös egy ilyen döntő lesz, nem? Az Újpest ellen. Így van, hát az én szempontomból is egy pikáns mérkőzés lesz. Azt azért tudni kell, hogy Újpesten az elmúlt években is, meg ebben az idényben is nagyon nagy reményeket fűznek a kupához. Mi is azért, én is amióta az első osztályban vagyok, a 8 évben 7-szer, azért 5-ször elődöntőben voltam, 2-szer döntőt játszottam, ugye egyszer győzelmet is ünnepelhettünk, egyszer kikaptunk a Ferencvárostól. Nekik ez szinte minden az egész szezonban, de hát számunkra is azért, ahogy említetted, hogy az elsőért hajtunk, mindenki nagyon motivált, és elmondtuk a srácoknak, hogy mennyit jelent egy kupaserleget felemelni. Pintér Attila azt mondta, hogy jó szellemű játékosok kellenek a sikerhez. Ez a csapat ilyen szempontból jól összeállt? Mit látsz belülről a közösségről? Igen, sokszor elmondtam már az elmúlt időszakban, ugye volt azért rosszabb időszak is, amikor ilyenkor jó időszak van, mint ahogy most is, akkor azért kevésbé emlékszünk ezekre az időkre. De elmondtam többször, hogy mostanra állt össze a csapat, mostanra ismerte meg mindenki úgy minden mozzanatát a másiknak, hogy csúszni-mászni tudjon a pályán is, és legyen az a bizalom, mert azért a játékosok között is, hogyha egy új csapatról beszélünk, azért kell egy kis idő, mire a másikban meg tudunk teljesen bízni, és tényleg tudjuk másiknak a reakcióit minden helyzetben. Ez a legfontosabb a futballban. Amit vártál ettől a váltástól, az tökéletesen beigazolódott? Számodra? Azért ezzel még azért várjunk, jövő hét szerdáig, de a fő viccet félretéve, majd az élet igazol, a sors majd rendbe tesz mindent, ahogy eddig is az életemben hiszek ebben, és én belerakom a kemény munkát, aki ismer, azt tudja, hogy én milyen alázatos vagyok a sport iránt, úgyhogy ez legyen a jövő zenéje. Ez a fajta felfogásod a sportról, ez tökéletesen találkozik Pintér Attila vezetőedző elképzeléseivel? Mondhatjuk, igen. Hát azért akit őt is ismeri, tudja, hogy milyen vehemenciával és milyen profizmussal áll a futballhoz. Tényleg szinte minden percét, óráját ezt tölti ki, és át tudja ragasztani a játékosokra is. Nagyon fontos, hogy ebben az egy hétben még azt a tapasztalatot, amit ő összegyűjtött, és beszéltünk kupa specialistáról, ezt át tudja adni a játékosoknak. Tehát egy kupa specialista csapat, amelyik a korábbi csapatod volt, találkozik most egy kupa specialista edzővel, aki meg az új edződ. Ilyen szempontból is összetett és érdekes helyzet lesz ez a kupadöntő. Igen, de viszont abból a szempontból a legnehezebb ellenfelet kaptuk, mert azért az Újpestet is egy kupa specialista csapatnak nevezhetjük, mert tényleg az elmúlt években azért a saját bőrömön tapasztaltam, ugye ott játszottam sok időt, hogy mennyire koncentrálnak a kupára és mennyit számít nekik. Szinte minden évben elődöntőben, döntőben volt a csapat. Egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de ahogy nyilatkoztam az elmúlt meccs után is, hogy győzzön a Jobbik csapat. Szokták Pintér Attilát dicsérni, mint szenvedélyes, a futballt nagyon olyan komolyan vevő és taktikailag igen képzett trénert. Te milyennek látod az ő edzői filozófiáját? Mi annak a stílusnak a lényeg, amit ő a pályára szeretne tenni a csapataival? Jelesül most is ebben az esetben a Puskás Akadémiával.
Hogyha egy szóval szeretném így jellemezni, és ami az első, ami az eszembe jut, az a fegyelem. Nála a fegyelem a legfontosabb, edzésen is és az öltözőben is, ez az alapja mindennek, hogyha a több szóval szeretném, akkor a felkészültség, mindig hangsúlyozza, azért minden mérkőzésre speciálisan készülünk, mindig hangsúlyozza, hogy minden pillanatban a pályán, minden helyzetre fel kell készülni, akár védekezésben, akár támadásban, ilyen edzőnek látom őt. A kupában ez a csapat tehát magabiztosan elmenetelt a döntőbe, de induláskor mik voltak a célkitűzések? Hogy tekintetetek erre a magyar kupára? Azért a célkitűzés az az volt, hogy ebben az idényben azért a biztos bennmaradás meglegyen, ez a bajnokság. A kupában pedig minden csapat úgy indul, hogy és főleg mi, hogy egy láttuk azért már a felkészülés alatt, hogy egy jó csapat formálódik, hogy kupának minden csapat úgy vág neki, hogy akkor nekiesünk és akkor lássuk. Mondják, hogy ez egy könnyebb út kijutni Európában, ugye egy mérkőzésre alacsonyabb osztályú csapatok ellen kell felkészülni, kell játszani, hogyha az embernek szerencséje van, akkor az egész sorozat alatt azért végig tud úgy menni, hogy szinte nem is játszik NB1-es csapattal. Úgyhogy ez minden csapat számára egy álom. Nekünk is így volt, hogy kitűztük célként, ez volt az álmunk, de aztán szépen lassan, ahogy mentünk és jutottunk meccsről meccsre, úgy lettünk egyre éhesebbek. Ott a Diósgyőr ellen a hazai 1-0-es elveszett mérkőzés után azért volt egy-két kérdés bennünk, hogy azért tényleg megérdemeljük mi ezt a kupát, és tényleg tettünk annyit ezért, hogy el tudjuk hódítani. Aztán a második mérkőzésen lent Mezőkövesden ugye megvertük őket 3-0-ra, így tovább jutottunk. Az volt az a pont, amikor el is hittük, hogy megnyerhetjük ezt a kupát, és ez a mai napig él bennünk. Idegenben voltatok általában jobbak, hogyha az ember a statisztikát nézi, leszámítva a Debrecen elleni találkozót. Ennek mi lehetett az oka? Ez egy nehéz kérdés. Azért mi is úgy mentünk ezekre a mérkőzésekre, hogy talán szét kell választani a két dolgot. Az első mérkőzésen azért, ugye, ahogy említettem, elvesztettük a mérkőzést és az életünkért küzdöttünk. Ott a második mérkőzésen egy tényleg az a csapat, ami jelenleg jellemzi a Puskás FC-t, hogy egymásért küzdünk, hajtunk, csúszunk, mászunk. Utána pedig azért a Debrecen ellen idegenben a második meccsen kikaptunk, de talán már annak tudatában, hogy az első mérkőzést nagyon jól zártuk. Azért a kupa elődöntőben a 4-0-ás előny az mondjuk ki, hogy nagyon sokat számít, és szinte döntőt ért már. Amit hiányol Pintér Attila a Puskás Akadémiánál, az a lelkes szurkoló gárda. Hát feltettem a kérdést, hogy miért nincs ilyen felcsúton, de az biztos, hogy nem gondolom egyetértesz, hogy azért ilyet építeni nehezebb és hosszabb távú dolog, mint mondjuk egy kis vasutat. Igen, hát ezen a nyilatkozatán, ezen mi is vigadtunk egy keveset. Igen, hát azért tudjuk, hogy kisebb településekről van szó, nem egy budapesti csapat, ahol azért él 2 millió ember, szóval ebből a szempontból igen nehezebb, mint csapatot vagy kisvasutat építeni, de azért ez nem lehetetlen dolog. Bízunk abban, hogy tényleg most a kupa döntőre is lesz egy olyan mag, akár a hozzátartozókkal, a családtagokkal, barátokkal, akik tudnak majd szorítani a csapatnak, és akkor meg is lesz, amit Pintér Attila kívánt. Van szerinted esélyes a kupa döntőnek? Papíron. Én nem szeretnék nagy szavakkal dobálózni, nem is szoktam. Azért is mondtam már itt az interjú elején, hogy győzzön a Jobbik csapat. Kétszer voltam a kupa döntőbe, tudom, hogy milyen feszültséggel és milyen nyomással jár ez minden játékos számára, mert azért tényleg ott van a cél a szemünk előtt, hogy felemelhetjük azt a serleget, felállhat az ember, és fantasztikus érzés, és ugye Európában is kijuthat. Nem minden játékos mondhatja el magáról, hogy kupa címet ünnepeltet. Nálunk is a Puskásban nagyon kevés olyan játékos van, talán 3, aki Radó András, Szakály Péter, illetve én, aki kupát nyert. Elvégezzük a munkát még ebben a másfél hétben, ugyanolyan keményen dolgozunk, mint ahogy eddig is, és akkor azon a szerda
esti mérkőzésen pedig majd 10 óra után kiderül, hogy ki a jobb. Mire volt ez elég? A végén azt mondnak, bármi is lesz jövő szerdán, és bármi lesz a bajnokságban a végén, az nem kérdés, vagy kérdés, hogy jövőre felcsúton játszol-e? Erről nem szeretnék nyilatkozni most jelenleg, vagy beszélni. 2 évig még a szerződésem felcsútra szól. Jelenleg nagyon jól érzem magam, egy nagyon jó csapat van formálódóban. Azért ki kell mondani, hogy azért a mi célunk az, hogy előbb-utóbb megnyerjük a bajnokságot, és hogyha már ugye ebben az évben nem tudtunk beleszólni, mert egy olyan formálódó csapat volt, mint azért a kupadöntőben ott tudtunk lenni, ez azért valamit jelent, valamilyen úton elindultunk, ezt szeretnénk folytatni, ez is legyen a jövő zenéje, és meglátjuk. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.